Szóval a Facebook oldalamon, tudjátok, a címoldalon mindenkinek föltehet egy fotót. Hát én azt a fotót tettem föl, ami tavaly május 1-én itt készült. Tavaly május 1-én egy nagyon súlyos választási vereség után, alig néhány nappal itt találkoztunk, és akkor azt mondtam, hogy nagyon nagy baj Magyarországnak, hogy a Fidesz és a KDNP lehetőséget kapott arra, hogy tovább kormányozza. Nagyon nagy baj az emberek nagy részének, mert ha az folytatódik, ami az előző 4 évben, akkor ebből nagyon nagy baj lesz. Azt is elmondtam egyébként 1 évvel ezelőtt, hogy egy idő után az emberek ezt meg fogják unni. De 2 lehetőségük van. Ha mi tudunk és képesek vagyunk egy érdemi, demokratikus és baloldali kormányzati alternatívát mutatni, akkor szavazhatnak ránk, de ha erre nem vagyunk képesek, akkor a Jobbikra fognak szavazni. Nem azt mondom, hogy ugyanazok az emberek, de azt mondom, hogy a bizonytalanok közül sokan, akik valamilyen megoldást keresnek, hát vagy otthon maradnak, az is baj, vagy pedig eldöntik, hogy kikapjon felhatalmazást. 1 évvel a tavalyi május 1-e után azt tudom mondani nektek, hogy a Broker kormány megbukott. Ezt lehet, hogy ők még nem tudják. De aki jár az országban, falvakban, városokban, találkozik emberekkel, az pontosan tudja és ismeri ezt az érzetet, amikor már akárhogy mozgósítasz, akármit találnak ki a PR-osok és a tanácsadók, akármilyen hazugsággal állnak elő, az emberek már levonják a következtetést, és azt mondják, hogy na, ezekből elég. Nagyjából itt járnak. De hol járunk mi? Hol állunk mi 1 évvel a választások után? Ez a legizgalmasabb kérdés ma Magyarországon, hogy képesek vagyunk-e azt a lehetőséget és azt az igényt megragadni, ami van a magyar társadalomban, hogy végre szeretnének egy nyugalmat, szeretnének szakértői kormányzást, szeretnének tisztességes kormányzást, és szeretnének jobban élni. Hogy képesek vagyunk-e ezt a emberekben meglévő igényt mi beteljesíteni? A Magyar Szocialista Pártban ezzel kapcsolatban, meg a Szocialista Párt körül, újságírók körében, politológusok körében, szakértők körében ma erről folyik a vita. 4 lehetőség körvonalazódik. Az egyik lehetőség, amelynek talán legtöbben a hívei, azt mondják, hogy az a megoldás, hogy a Szocialista Párt politizáljon jobban, kommunikáljon jobban, és 2018-ban az emberek úgyse nagyon tudnak mást választani, és akkor a Szocialista Pártra fognak szavazni. Nagyon sokan vallják ezt, és van benne némi igazság. Na de mi van, ha nem így lesz? Mi van, ha ebben a választási rendszerben, ha nem lesz együttműködés, akkor szétszavaznak a mi oldalunkon lévők? Mi van, ha még mondjuk létrejön is valami fajta együttműködés? De az nem fogja rendelkezni azzal a plusz vonzerővel, ami ahhoz is kell, hogy a 2014-ben otthon maradt 1 millió szavazó eljöjjön és ránk szavazzon. Van egy másik álláspont, ez a másik álláspont azt mondja, hogy hát ez így tovább nem megy, tessék, alapítsunk egy új baloldali demokratikus pártot. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy erre már több kísérlet volt, majdnem mint sikertelen, és nem csak, hogy sikertelen, hanem perspektívátlan is. És hogy őszinte leszek, sem én sem, gondolom sokan mások, ebben már nem fognának bele. Ez már nem a mi útunk. Van egy harmadik nézet is, amelyik fölismerve azt, hogy azért sokféle politikai párt mozog ezen a palettán, hát a legjobb megoldás az lenne, ha mindezek a pártok az MSZP-től, a DK-n át, az LMP-ig, az Együttön, meg a PMN keresztül fognák magukat, feloszlatnák, és alakítanának egy egységes ellenzéki demokrata pártot. Na most ismerve a főszereplők némelyikét, személyiségét,
Ezt ma, hogy nem kizártnak tartom ennek a megvalósíthatóságát. Szóval azt mondtam, hogy négy lehetőség van, és ebből háromról beszéltem. Hát nem véletlenül hagytam természetesen a negyediket utoljára, mert én személy szerint ezt tartom kivitelezhetőnek, és ezt tartom jónak. Nevezetesen azt, hogy a magyar szocialista bázisán létre kellene hozni egy jóval szélesebb körű együttműködést, és egy olyan választási szövetséget, olyan új mozgalmat, amiben képesek mindazok összefogni, akik egy-egy városban, faluban, egy jó cél érdekében cselekedni akarnak. Ez a valami más minőségű, politikai értelemben is új, de megőrizve azokat az értékeket és hagyományokat, amelyekkel rendelkezünk, szerintem ez lehet a megoldás. Ez persze nagyon nagy munkát kíván. Nagyon komoly szervező munkát, hogy azokban a helyeken, ahol a szocialista párt tevékenykedik, fogjon össze másokkal, működjön együtt, ahogy itt az önkormányzati választásokon Apátén is történt. Hogy keressünk olyan megoldásokat, amiben mindazokkal együtt tudunk működni, és össze tudunk fogni, akik hasonlóképpen gondolkoznak, mint mi, de mondjuk nem tagjai a szocialista pártnak. És ennek akkor meg lehet teremteni a feltételeit is. Politikai, szervezeti és társadalmi feltételeit. Nekünk egy év múlva meg kell mutatni a magyar társadalomnak, valamikor 2016 nyarára, hogy kérem, itt a kormányképes alternatíva. Lehet mérlegelni, lehet vitatkozni a programunkról, lehet gondolkozni az emberekről, lehet párbeszédet folytatni, de tessék, itt az alternatíva. Sokan mondják, hogy ez nagyon nehezen hozható össze. Hát igen. A léc az nagyon magasra van emelve. Csak szeretném azt mondani, hogy nem át kell bújni a léc alatt, hanem neki kell futni, és át kell ugrani. Egészen más magatartást követel tőlünk, együttműködést, nyitottságot, odafigyelést a másikra. Enélkül nem fog menni. Mi lehet ennek a politikai iránya? Milyen feladatokat vállalhat? Hogyan választhatja ki a politikusait? Ebben az utóbbiban nekem rendkívül világosan és egyértelműen az álláspontom, hogy minden mérvadó tisztségre előválasztást kell rendezni, ahol egyéni önkormányzati képviselői körzet van. A polgármesterek esetében, az országgyűlési képviselőjelöltek esetében, a miniszterelnök jelölt esetében. Egy olyan előválasztási rendszert kell tartani, ahol nem pártok versenyeznek egymással ezen az oldalon, hanem kiválasztják közösen azt a jelöltet, aki legalkalmasabb. És ez jelentett egy olyan garanciát, hogy az összefogás valódi legyen, és ne olyan mesterkélt és sikertelen, mint amilyen 2014-ben volt. Természetesen legalább ilyen fontos, hogy milyen politikát fog képviselni, hogyan gondolkozik a világról, mit akar csinálni. És ebben biztos, hogy meg kell haladni mindazt, amit eddig képviseltünk, mert egyszerűen új helyzet van Magyarországon, és nekünk ezt az új helyzetet tudomásul kell venni, és ebből kiindulva kell a feladatokat meghatározni. Ma a bal oldalon egyébként a legnagyobb vita egy kérdés körül van, és ezt a vitát érdemes lesz a szocialista pártban is végigvinnünk. Ez a bizonyos feltétel nélküli alapjövedelem kérdése, amiben a világon nagyon-nagyon sokan mondtak már véleményt, és nagyon nagy viták folynak róla. De ez egy olyan dolog, ami például alkothatja ennek az új együttműködésnek a gerincét, amennyiben ezzel egyet fognak érteni, a politikailag együttműködni kívánunk. Mert ez a megoldás biztosíthatja a legnagyobb áttörést és átrendeződést a magyar társadalmi viszonyokban. Ez a megoldás egyébként azt jelenti, hogy minden magyar állampolgár, aki itt él Magyarországon, kap az államtól minden feltétel nélkül, minden adóteher nélkül, minden kötöttség nélkül egy pénzügyi támogatást. Ezt a javaslat kidolgozói létnek, egyébként jó a kifejezés, nevezték el. Ha elvégezzük ezeket a számításokat, ez 2015-ben azt jelenti, hogy a gyermekek esetében 25 000 forint, felnőttek esetében 50 000 forint,
a szülőnők esetében 75 ezer forint. Ez biztosítaná azt, hogy a szegénység körülbelül a felére csökkenne Magyarországon. Ez biztosítaná azt, hogy csökkennének a jövedelmi különbségek a fentlévők és a lentlévők között. És ez biztosítaná azt, hogy egy igazságosabb támogatási és szociális rendszer legyen Magyarországon. Sokan mondják, hogy ez ellene hatna a munkavállalásnak. Ez nem igaz. Mert ez a javaslat egyébként arról szól, hogy aki dolgozik, az is megkapja ezt a létet, méghozzá úgy, hogy az semmilyen adó nem terheli, a bruttó bére a vállalkozó számára kikerül, azt nem kell fizetnie, ezzel egyébként újabb nyereségre tesz szert a munkavállaló, hiszen az 50, mondjuk a 50 ezer forintról van szó, és azt megkapja az államtól, de a bruttó bére 50 ezerrel csökken, akkor annak a nettója ám jóval kevesebb. Tehát eleve jobban jár a munkavállaló, ráadásul ez garantált pénz lesz. De jobban jár egyébként a munkaadó is, mert a közterhek nagy részétől mentesül, nem kell utána, a munkavállaló után bizonyos adókat fizetni, és amit befizet a kasszába a léthez való hozzájárulásként, annak az összege jóval kisebb, mint amit egyébként a bruttó bérben kifizetett. Tehát ez egy olyan megoldás, amiben a munkavállaló is nagyobb jövedelemhez jut, nyilván az alacsony keresetűek sokkal jobban járnak, mint a magas keresetűek, de a munkaadó is kedvezőbb helyzetbe kerül, mert kisebbé válnak a bérterhek, kisebbé válnak a, nevezzük így a foglalkoztatás költségei, és ez adott esetben új munkahelyeket is generálhat. Aki nem dolgozik, ez a másik kategória. Annak az esetében a rendszer úgy működne, hogy aki kap valamilyen támogatást ma, és annak az összege alacsonyabb ennél a bizonyos létnél, az megkapja ezt az 50 ezer forintot, de nem kap mást. Aki olyan támogatást kap, hogy ennél ez magasabb, akkor megkapja a lét összegét, és megkapja azon a jogcímben, hogy eddig a különbözetet, ami volt. Ez egy nagyon nagy lépés. Ezen érdemes gondolkozni. Én legalábbis azt javasoltam mindenkinek, aki ebben véleményt nyilvánított, hogy érdemes megnézni az ezzel kapcsolatos számításokat. A javaslat kidolgozója, a létmunkacsoport azt mondja, hogy 2-3%-kal kerülne többe, mint amennyi most ilyen célokra fordítódik. Ha ez igaz, akkor ez nem kivitelezhetetlen. Csak hagyd mondjak egy példát, ez a létmunkacsoport azt mondja, hogy ez nagyjából 5800 milliárd forintot tesz ki egy évbe. Az Orbán kormány, amikor magán nyugdíj pénztári megtakarításokat elvonta, akkor több mint 3000 milliárd forintot vont be az államhoz. Tehát csak jelezni szeretném, hogy míg elvettek 3000 milliárdot, itt most arról van szó, hogy 5000 milliárdos nagyságrendben egy igazságosabb rendszert lehetne kialakítani, úgyhogy ennek a plusz kiadásai majdnem, hogy minimálisak. Természetesen ennek az új politikai mozgalomnak, vagy választási szövetségnek más ügyekben is világos álláspontot kell foglalnia. Teljesen egyértelművé kell tenni egyébként, hogy ami ellen küzdeni akar, az a szörnyű Bermuda háromszög, az alacsony foglalkoztatás, a hátrányos helyzet, és sajnos a hátrányos helyzet földrajzilag is, tehát hogy települési szempontból is. Hogy ebből kell az embereknek tudni kitörni, és hogy minden erőfeszítést erre kell koncentrálni. Hogy egy olyan oktatási rendszert kell csinálni, hogy tényleg megtanulnak a fiatalok írni, olvasni, számolni, idegen nyelvet, számítógépet kezelni, és nem bornírtságokra vezénylik ki őket, mint egy biodíszletet. És hogy olyan egyetemek legyenek, amelyek az értelmiségi létre is felkészítenek. Hogy a gazdasági növekedés az valóban a tudáson alapuljon, mert kegyetlen verseny van a világban. Tehát akkor tud ez az ország gyarapodni, akkor tud visszakerülni oda, ahol volt egyébként az élmezőnybe, legalábbis ebben a régióban, ha képes valami pluszt és újat hozzáadni. És igen, ennek az új politikai mozgalomnak, szövetségnek azt is kell tudni biztosítani, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, a szó legtágabb értelmében. Közbiztonság, anyagi biztonság,
a gyerekek jövőjének a biztonsága érdekében, hogy ne azt éljük meg, a legújabb adat mutatja, hogy 31.500-al megint több olyan fiatal van, aki tartósan külföldre megy el dolgozni, hogy már szinte alig van olyan szakma, amelyik ebben ne lenne érintett. És ezekre nem válaszok azok a, hát nevezük így propagandafogások, amelyeket ez a broker kormány mutat. Nézzék meg a szerencsétlen kaposvári eset, a szörnyű gyilkosság utáni reakciót. A magyar miniszterelnök kiáll és arról beszél, most már ugye kezdik átfogalmazni, hogy miről beszél, de hát a halálbüntetésről beszélt. Ami Európában az emberi kultúra fejlődésének részeként eltűnt. Magyarországon 1988-ban volt az utolsó olyan eset, amikor az akkor érvényes büntetőtörvénykönyv értelmében valakit kivégeztek. És ez a miniszterelnök, aki olyan büszke a magyarságára, két nappal később sarokba térdelve mondja azt, hogy Ippi apa se nem ér a nevem. Én ilyet nem is mondtam, én ilyet nem is gondoltam, én csak úgy gondoltam. Hát micsoda dolog ez? Micsoda dolog ez? Ez majdnem olyan, mint egy útépítés mellett hazavinni az ott maradt farönköket. Nagyjából az a színvonal. Azt gondolom tehát, hogy érdemes mindenkinek, aki javítani, változtatni akar a saját sorsán. Aki változtatni akar a saját faluja vagy városa életén, aki azt szeretné, hogy az ország újra büszke lehessen önmagára, mint amilyen volt, akkor segít nekünk ebben, hogy létrehozzuk ezt a szocialista pártbázisán közreműködésével létrejövő új mozgalmat, vagy választási szövetséget, hogy valóban kormányzati alternatíva legyünk, és valóban tudjanak minket választani azok, akik más Magyarországot akarnak, mint amit a broker kormány képvisel, és más Magyarországot akarnak, mint amit a Jobbik képvisel. Én ennyit szerettem volna mondani,